Az idei enyhe tél eddig kedvezett a horgászoknak, mivel sem a tavak, sem a folyók nem fagytak be. Fesztóri Sándor azt mondta, 2022 egy sikeres év volt a Vármegye Sporthorgász Szövetségének életében, de tartanak attól, hogy az idén kevesebben váltanak majd engedélyeket. Sajnos nem értük még el a 30 ezret, de erősen közelítettünk hozzá ebben az évben, tehát 29.200 lett majdnem az eladott állami horgászjegyénk száma, ebben benne van mindenki, tehát a nyugdíjasok és a gyerekek is. A tavalyi évben ez valamivel kevesebb volt, tehát a 29.000-et éppen hogy elértük, úgyhogy volt egy ilyen 1200-1300 fős növekvény. Hát sajnos a jövő év vonatkozásában csökkenést prognosztizálunk ebben a vertikumban. Ennek is megvannak a maga okai sajnos, de hát az élet minden területén találkozhatunk most a úgynevezett recessziós jelenséggel, és ez a horgász vertikumot sem kerülte ki. Az egyesület vezetője hangsúlyozta, 2023-tól változott a jogszabályi környezet, amely rendeletben korlátozza a kifogható halak mennyiségét, illetve tömegét. A kifogható hal mennyiség az 100 darab, a nemes halra vonatkozóan 100, maximum 100 darab, vagy 150 kg-ra módosult. Egyéb halból is 100 kg fogható. Ennek az egyrészt az az indoka, a törvényalkotó, jogalkotó indoklása szerint, hogy ugye halat eladni nem lehet Magyarországon legálisan. Az egy főre eső halfogyasztás az olyan 6,5 kiló körül van, még mindig igen alacsony Európai Uniós viszonylatban, és hát így is egy horgász, hogyha így összeadom ezt a két mennyiséget, 250 kg halat foghat. Hát úgy gondolom, hogy nincs ez a család Magyarországon, ami ettől többet megenne. Az állami horgászengedély jelenleg 13 ezer forintba kerül, az egyes horgászterületekre érvényes engedélyt pedig az adott halgazdálkodásra jogosult szerv határozza meg. Hogyha a vizek szempontjából a szövetségi szinten nézzük, akkor a legjelentősebb a Tisza folyó és mellékvizei, ugyanis nálunk egy területi jegyen szerepel az összes olyan folyó víz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ami horgászkezelés van. Ez 32 ezer forintra módosult, 26 ezer forintról, tehát egy 25%-os drágulásról beszélünk a területi engedélyek esetében. Fesztóri Sándor hozzátette, a horgászengedély és a területi engedély összegéből, tehát körülbelül 45 ezer forintért 365 napon keresztül lehet horgászni, ami naponta alig több mint 120 forintot jelent egy horgász számára, aki legálisan 250 kg halat tehet a család asztalára.